Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét! Mai vendégünk F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője. Üdvözlöm képviselő urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is nagy szeretettel üdvözlöm a Karcag Televízió minden nézőjét. Megkezdődött a parlament őszi ülésszaka. Milyen ülésszak várható? Hát izgalmas mindenképpen, hiszen a hétfői ülésnapon napirend előtt szólalt fel a miniszterelnök, elmondta, hogy milyen helyzetben van az ország, mi várhatók, milyen problémák előtt állunk, és azokra milyen megoldást kínál a kormány. Én azt gondolom, hogy egy komplex, átfogó, egy majdnem 40 perces napirend előtti hozzászólással szinte minden területet érintett a miniszterelnök. Érintette az energiaárakat, érintette a migrációs helyzetet, az inflációt, azokra tett lépéseket, és azt is elmondta, hogy nagyjából mi várható az év végéig, akár bérek, akár nyugdíjak emelésében és az infláció elleni harcban is. Ahogyan képviselő úr is említette, Orbán Viktor miniszterelnök az ülésszak kezdeti beszédében több ponton taglalt az ország, illetőleg Brüsszel közötti nehézségeket, és többek között szót tett a migráció kérdéséről is, amely mélyülés szélesedik. Mit fog hazánk válaszul adni Brüsszel követeléseire? Hát akinek szeme van és füle van, lát és hall, az látja azt, hogy egyre nehezebb a migrációs helyzet, hiszen olaszországi Lampedusa szigetére tömegével szállítják az NGO hajói az észak-afrikai migránsokat. Nálunk a déli határnál, a szerbiai határnál már lőttek is a szerb-magyar közös határőrjárőre, tehát iszonyatos nyomás nehezedik egész Európára, a magyar határkerítésre is, amit tartanak természetesen a magyar határőrök, rendőrök, katonák közösen, de azt látjuk, hogy a megoldás Brüsszelben és nyugat-európai politikusok között ugyanaz, mint ami 6-7 évvel ezelőtt volt, hogy jöjjenek a migránsok, és majd szétosszuk őket. Újból ugyanaz a lemez van, hogy jöjjenek, és szétosszuk őket. Erről Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, tehát a V4-ek és most már Ausztria sem akar ebből a szétosztásból. A magyar álláspont az, hogy védjük meg Európa határait, csak olyan ember jöhet be Európába, az Európai Unió területére, akit mi beengedünk hivatalos papírokkal, nem árkon, bokron keresztül, kerítéseken keresztül, akár erőszakos módon. A migrációs helyzet úgy látszik nem változik. Hiába van már az, hogy a lakosság látja Nyugat-Európába, hogy egyre nehezebb az együttélés. Egyre több bűncselekmény van Németországba, Svájcba, főleg Svédországba, bandaháborúk vannak, és jó rész köszönhető a migrációs helyzetnek. De úgy látszik, hogy a vezető politikusok még mindig ragaszkodnak ahhoz a tervhez, hogy osszuk szét, terítsük szét a bajt, ne megakadályozzuk. Azt gondolom, hogy komoly harc vár a magyar kormányra Brüsszelben, a migrációs paktumban, amely úgy tűnik, hogy már megbukott abban az időben, amikor 2015-ben kitalálták. Az orosz-ukrán háború következtében elég nehéz helyzetbe került a magyar mezőgazdaság, illetőleg a gazdák az ukrán gabona miatt. Milyen választ fog adni Magyarország? Hát a válasz megszületett, hiszen Lengyelországgal, Szlovákiával, Csehországgal, és hát a hezitáló Romániával, mert Románia mindig hezitál az ilyen dolgokban, hogy az utolsó pillanatig vár, hogy hova álljon, eldöntötték, hogy megakadályozzák az ukrán búza beözöllését. És ez nem azért akadályozzák meg, mert ne lenne jó, ha olcsó gabona érkezne akár az országba, vagy ilyesmi, de az ukrán törvények és szabályozás alapján olyan vegyszereket használhatnak, ami már az Európai Unió területén be van tiltva. A lengyel hatóságok megvizsgálták az Ukrajnából bejövő gabonákat, és több mint 30%-ában találtak olyan anyagokat, amely be van tiltva, olyan növényvédőszereket, olyan vegyszereket, ami már az Európai Unió területén be vannak tiltva. És az ukrán gazdák természetesen a szabályok betartása
nélkül olcsóbban tudnak termelni, mint az Európai Uniós gazdák, ahol minden egyes környezetvédelmi, zöldítési, egyéb szabályt be kell tartani, és dömping áron tudják rázódítani akár a magyar, akár a lengyel, akár a szlovák piacra az olcsó ukrán gabonát. És még egy kiegészítés, amit örülök neki, hogy Nagy István agrárminiszter kimondott, hogy ez nem az ukrán gazdák búzája és terményei, hanem azoknak a multinacionális amerikai, akár holland tőzsdén bejegyzett szaúd-arábiai cégeknek a terményei, akik szabadulni akarnak tőle és rá akarják zúdítani az európai piacra, hiszen megállt a fekete-tengeri szállítás, és most a környező országok piacára akarják, és nem csak a búzát, a napraforgót, a kukoricát és ugyanilyen terményeket, úgyhogy Magyarország 21 néhány termékben vezetett be tilalmat, védve a magyar mezőgazdaságot, a magyar lakosság egészségét és a magyar gazdák érdekeit. Az Európai Unió követelései között szerepel, hogy Magyarország év végére szüntesse meg a kamatsapkát, és az energia területét érintő intézkedéseket is fagyassza be. Így van, nagyon érdekes, hogy az Európai Unió ahelyett, hogy azzal a dologgal foglalkozna, hogy hogy lesz Európának jobb, hogy lesz a közösségnek jobb, hogy lesz Európa versenyképesebb, hogy lesz a születésszám nagyobb, hogy támogassa a családokat, ehelyett olyan dolgokkal foglalkozik, ami megkérdőjelezhető mindenképpen, hiszen a kormányzat, amikor a Covid járvány jött és nagyon sokan bajba kerültek, akkor bevezette a kamatstoppot. Tehát nem lehetett emelni a kamatokat a megugró infláció, vagy akár a munkahelyek elvesztése miatt, és ez nagyon sok családnak segített, tehát nem úgy jártak, mint ahogy emlékszünk rá a 2008, 2009, 2010-es években, hogy elvesztették az ingatlanokat, elvesztették azokat a vagyontárgyakat, amire hitelt vettek fel, mert a megugró kamatokat nem tudták fizetni. Az Európai Unió azt követeli a magyar kormánytól, hogy szüntesse meg, hozza nehéz helyzetbe azokat az embereket, akik hitelre vásároltak gépkocsit, hitelre vásároltak lakást. Én azt gondolom, hogy és támogatjuk is ebbe a magyar kormányt, hogy ezt ne tegye meg, hiszen nekünk a magyar lakosság, a magyarok érdeke az első. A másik pedig a rezsivédelmi intézkedéseket akarja megszüntetni, tehát azt szeretné az Európai Unió, hogy ugyanannyit fizessenek az energiáért, mint amennyiért be lehet szerezni a világpiacon. És ez az év közepén, tavaly év végén ez iszonyatosan megugrott, hiszen a békeidőben számított gázáraknak akár 10-szereséért is lehetett energiát vásárolni, és hogyha ezt rázúdítottuk volna a magyar emberekre, a magyar lakosságra, akkor nagyon sokan nem tudták volna kifizetni a gáz, a villany, az energia költségeiket. És most már egy kicsit normalizálódott a piac, de így is azokhoz az évekhez képest 2,5-szer többet kell fizetni a gázért, mint a háború előtti, a szankciók előtti időszakban. Én azt gondolom, hogy ezt is, mint parlamenti képviselő, maximálisan tudom támogatni a kormányzat azon intézkedéseket, hogy ne engedje rászabadítani a megugró árakat a lakosságra, hanem ugyanúgy a rezsivédelmi intézkedéseket tartsa meg, és a kamatstoppot is, ameddig fel lehet tartani, tartsa meg. Képviselő úr nemrégiben tett egy energetikai konferencián Kínában látogatást. Milyen eredménnyel zárult munkatárgyalás? Ez egy nagyon hosszú folyamat, hiszen megyei elnökként nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki Shanxi tartományjal, ez Pekingtől nyugatra lévő tartomány, főleg nehéziparáról, bányászatáról, gépgyártásáról híres ez a tartomány, és kitűnő búza termő vidék is. Nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki, és ez a tartomány először a széntermelésnek a környezetvédelmi hatásait tanulmányozta. Első konferencia talán 10 esztendővel ezelőtt, valamivel több mint 10 esztendővel ezelőtt a szénfelhasználás környezetvédelmi hatásait vizsgálta. Akkor látogattam először, és akkor kértek fel egy nyitó előadásra ezen a konferencián, és utána már ez átment egy energetikai jellegű konferenciába, és az évek során most már a karbonsemlegesség, az ipar, a lakosság, az energia
energiatermelés átállítása minél környezetvédelmi, minél zöldebb, hatékonyabb energiatermelésre, és hát Huba Imre megyei Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei közgyűlés elnökével tettük ezt a látogatást. Én a nyitókonferencián egy köszöntőbeszédet és egy nyitóelőadást tartottam, Huba Imre elnök úr pedig a második napon a panel beszélgetésen amerikai vállalkozókkal, a világ különböző részein régiós vezetőkkel tartott az oktatásról, az energiáról, a világ útjának és a jövő fejlődésének lehetőségeiről egy panel beszélgetést. Én azt gondolom, hogy mindenképpen jól sikerült, hiszen nekünk Kínával jó kapcsolatot kell ápolni, hiszen Magyarország Európai Unión kívüli legnagyobb gazdasági partnere Kína, és Kína most lépett át a világ második legnagyobb gazdaságának cipőjébe, és az Európai Uniót előzte meg, hiszen az Egyesült Államok volt az első, az Európai Unió a második, de most Kína átvette az Uniótól a második helyet, és ahogy fejlődik ez az ország, ez a kontinensnyi ország hatalmas népességgel, nem soká ő lesz a világ legerősebb és legnagyobb gazdasága. Ahogy Orbán Viktor fogalmazott nyáron Tusnád fürdőn, tudomásul kell venni, hogy jelenleg két nap van az égen. Képviselő úr, térjünk át a városunkat és a térséget érintő kérdésekre. Hogyan haladnak a fő beruházások, fejlesztések? Hát, hogyha a környéken szétnézzünk, akkor a folyamatban lévő beruházások ütemesen és nagyon jól haladnak. Annak ellenére, hogy már évek óta az a pénz, ami jár Magyarországnak, az Európai Uniós források, ami szerződés biztosít, mondva csinált okokkal az Európai Bizottság, Brüsszel nem adja ide. Most például a legutolsó, ami már igazából vicc kategóriájában van, hogy a magyar igazságszolgáltatást vizsgálja a brüsszeli apparátus, és ilyen kérdéseket tesz fel, hogy a bíróságok hogyan iktatják a különböző ügyiratokat, hogy a fogalmazóknak a fizetése hogy van kifizetve. Tehát olyan mélységbe, olyan mondva csinált problémákat vetnek fel, hogy ne kelljen fizetni a Magyarországnak járó pénzeket, ami már igazából a vicc és a kabaré határát súrolja. És annak ellenére, hogy Magyarországnak körülbelül 3 milliárd euró járna, és ebből Magyarország a befizetéseit teljesíti, de azt a pénzt, amit nekünk járna, azt mondom, mondva csinált okokból Brüsszel nem adja ide, és ennek ellenére a magyar gazdaság úgy látszik, hogy ütésálló, a beruházások folynak, hiszen hogyha akár Karcagon körbenézünk, a sportpálya beruházása, a milánói pavilon, a Sámándob, és hát a bölcsőde beruházása is ütemesen zajlik. És azt gondolom, hogy a környéken is, hogyha körbe megyünk a környező településeken, falvakban, folynak a beruházások, folynak a felújítások, és ami a legörömtelibb nekünk itt a régióban élőknek, hogy a négyes. Hogyha valaki elmegy Budapest-Szolnok irányába, akkor látja azt, hogy a csomópontok, az útpálya építése roham tempóba megy, és 2024. decemberére a kisújszállási csomópontig meg fog épülni a négysávos négyes. És hogyha belegondolunk, évtizedek óta, vagy talán régebben várunk arra, hogy négysávos út kösse össze Karcagot, a térséget, a régiót Budapesttel, és hát egy jó fél óra lesz Karcag-Szolnok távolság, és hogyha megépül a karcagi elkerülő is, akkor azt gondolom, hogy teljesen belekapcsolódunk az ország és a világ vérkeringésébe, és már így is nagyon sok érdeklődő van beruházásba, akkor egy gazdasági robbanás is fog történni a térségbe, amit majd jól kell kezelnünk. Az idősek világnapja közelettével elengedhetetlen beszélnünk a gondosóra programról. Mit is jelent pontosan ez, és miért fontos? A kormányzatnak egy nagyon jó kezdeményezése, bizonyára sokan hallottak erről a gondosóra programról. Az kormányzat, a magyar kormány, a magyar állam biztosít minden 65 év feletti idősnek egy olyan órát, amelyet vagy a csuklójára szerel, vagy akár a nyakában egy tud hordani, amikor bármilyen probléma van, riasztást tud adni. Hiszen megnyomja a gombot, a diszpécser központ felveszi vele a kapcsolatot, milyen probléma van, rosszul lét, segítség kell,
Tehát nagyon sok idős embernek a problémáit meg tudja oldani, hiszen egyedül vannak otthon, vagy akár hogyha megbotlik. Nagyon sok olyan történetet ismerünk, akár a családból, akár ismerősök közül, hogy az egyedül élő idős elbotlott, akár comnyaktörés, vagy nem tudott felállni, és mire megtalálták, már a rokonok, ismerősök, szomszédok, nagy lett a baj. Ez az óra akár egy ájulás, egy rosszulét esetét is esés érzékelő van benne. Tehát, hogyha egy idős elesik, az óra érzékeli, és riasztja a diszpécser központot. Ezekhez az órákhoz ingyen lehet hozzájutni, igényelni kell. A napokban fel fognak hívni, a hetekben fel fognak hívni minden időst, aki jogosult erre az órára, és elintézik nekik akár a papírmunkákat, akár telefonon, akár személyesen is, hogy tudja igényelni ezt a programot. El tudom mondani, hogy az én szüleimnek van, egyetlen nehézség van, rá kell beszélni, hogy mindig hordják ezt az órát, mindig legyen náluk, mert sok olyan példát hallottam én is, ami hasznos volt és életet mentett. Akár egyedülálló, rosszul léttel küszködő leesett a vérnyomás, elájult az idős néni, és egyből riasztotta a diszpécser központot, szóltak a szüleinek, vagy bocsánat, szóltak a gyermekeinek, és egyből oda tudtak menni, és hívták a mentőt. És volt egy olyan extrém példa is, hogy egy idős férfi horgászott, belecsúszott a vízbe, és nem tudott kikapaszkodni, egy ágba kapaszkodott, meg tudta nyomni az óráját, és a GPS koordináták alapján oda tudott menni a katasztrófa védelem, és ki tudta menteni a vízből. Ha nem lett volna ez, akkor valószínűleg, amikor már elfáradt volna, a tragédia beköszönt. Én kérem azt, hogy azokat az időseket, akiket meg fogják keresni az elkövetkezendő hetekben, akár telefonon, akár személyesen, regisztráljon erre az okos óra programra, mert életet menthet. Képviselő úr, köszönöm az interjút. Köszönöm szépen én is. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra.